Az izraeli hadsereg folytatja a két frontos háborút Libanonban, az Iránból támogatott sita milícia és a gázai övezetben az iszlamista Hamas terror szervezet ellen. Benjamin Netanyahu 50 percig tárgyalt telefonon Joe Bidennel. Szakértők szerint megvitathatták az iráni ellencsapás tervét. Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy további eszkaláció jöhet a közel-keleten. Irán közben az atom-sarumpóhegy szerződésből való kilépéssel fenyegetőzött. Stefán Zoltán folytatja vendégünkkel. Köszönöm szépen, Áron, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, aki a Budapesti Korvinus Egyetem tanára, közel-kelet szakértő Csicsman László. Jó reggelt kívánok! Több mint egy évvel a Hamas által Izraelt ért terror támadás után úgy tűnik, hogy még mindig van hova bújni a gázai övezetben, hiszen Izrael abban a térségben is újabb akciót indított, és érkeznek még rakéták a gázai övezetből Izrael felé, miközben Izrael dél-Libanonban is hadműveletet indított, és Irán másodszorra is rakétacsapást hajtott végre Izrael ellen. És ez a második rakétacsapás az elemzői konszenzus szerint már erőt mutatott. Az elsőre még mindenki azt mondta, hogy ez egy szimbolikus jelentőségű akció volt. Ön hogyan látja a közel-kelet egy kiterjedt háború Küszöbénál, vagy ez a háború már elkezdődött legfeljebb a minősége a kérdés? Hát én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy kiterjedt háború, hiszen azért sok országot érint, nem említettük Irakot, Jement, Szíriát ahol egyébként szintén hadműveletek folytak a, az elmúlt napokban. Nyilván itt a Hamaszra utalva, hogy elemzők szerint még 9-12 ezer fegyverese maradt a Hamasznak, miközben hozzá kell tenni, azért eléggé meggyengült katonailag ez a szervezet. Ugye a vezetője él, aki a színvár, tehát róla nem tudunk semmit, illetve hát 101 túsz, akik közül valószínűsíthetően 35 már nem él. Nyilván itt Izrael azt tűzte ki, hogy felszámolja, megsemmisíti a Hamaszt teljes egészében, ez láthatóan nem sikerült. Ugyanakkor szeretné, hogyha Észak-Izraelben a lakók visszaköltözhetnének a lakóhelyükre, és ezért indított az elmúlt napokban egy széles körű akciót, amelynek véleményem szerint az a célja, hogy Izrael érvényt szerezzen a 2006-ban született biztonsági tanácsi határozatnak, hogy déli területét az izraeli határ mentén a Hezbollaknak el Kell hagynia, hogy innen ne érhesse támadás az elkövetkezendő időszakban Izrael. Csak ezzel nyilván van egy olyan probléma, hogy a Hezbollah pedig képes az ellenállással. Ugye Hassan Nasrallak meggyilkolt vezető szerint 100 ezer fegyveres van a de Valószínűsíthetően ez túlzás, nagyjából úgy körülbelül a fele valószínűsíthető az elkövetkezendő időszakban ellenállással kell Izraelnek számolni. Több mint egy éve tart a gázai övezetben a hadművelet, és ön, ön most azt mondta, hogy a Hezbollah az jobb képességekkel rendelkezik, mint a Hamász. Akkor vajon mire lehet számítani a dél libanoni hadművelettel kapcsolatban? Hát én azt gondolom, hogy nem kérdés az, hogy Izrael katonailag fölényben van, viszont az, hogy hogyan lehet ezt egy politikai sikerré kovácsolni, ez igazából a kérdés. Izraelnek nyilván az a célja, hogy egy olyan politikai alkut kössön Hezbollakkal, illetve a libanoni kormányjal, hogy ez a hatásáv, ez mentes legyen a, a Hezbollaknak az egységeitől. Ezt valószínűsíthetően csak azon az áron fogja tudni elérni, hogy Izrael megszállva tartja ezt a, a területet, ami pedig hosszú távon megalapozza a Hezbollaknak az ellenállását. És ha a Hezbollak is azért elképesztően meggyengült az elmúlt napokban, hiszen azért itt a csipogós merényletektől kezdve nem csak Hassan Nasrallak meggyilkolásán keresztül, hanem most már látjuk, hogy a Hezbollaknak egy rakás vezetőjével végzett az izraeli hadsereg, de azért ne becsüljük le itt egy olyan 152 200 rakéta áll rendelkezése, a libanoni terep az egy egyes dombos terep jóval nagyobb, mint a gázai vezet, Tehát én azzal számolnék, hogy, hogy itt egy elhúzódó ellenállással kell Izraelnek szembenéznie. És Irán támogatását élvezi a Hezbollah. Iránnal kapcsolatban a védelmi miniszter a The Times of Israelnek azt mondta, hogy Izrael csapása Irán ellen, és akkor idézem, halálos, precíz és különösen meglepő lesz. Több elemzőt is lehetett olvasni akik ezzel a kérdéskörrel foglalkoznak, azt mondják, hogy a három infrastruktúrális támadás képzelhető el. Az egyik az az úgynevezett sima infrastruktúra, az utak, a hidak, vagy éppen a légiközlekedést támadhatja, a másik az az olaj, a harmadik pedig a nukleáris terület. Igen, még egy negyediket hagy tegyek hozzá, ez a forradalmi gárdának a különféle létesítményei, ahonnél kilövték például a rakétákat, ez is lehet egy célpont. Ugye itt el is hangzott, hogy Biden és Netanyahu között, ahol Kamala Harris is becsatlakozott egy telefonbeszélgetésbe, Erről, ennek a részleteiről nem sok szivárgott ki, ugyanakkor az világos, hogy Biden többször elmondta, hogy a nukleáris létesítményeket nem szeretné, hogyha Izrael állam támadná, mert ez egy szélesebb körű konfliktus alapjait jelenthetné. A másik oldalon viszont az olajlétesítmények kapcsán is felmerülnek kérdések, ugyanis itt ez Egyesült Államoknak sem jó, és Izraelnek sem jó, hogyha a Perzsőből arab államai is belekeverednek a konfliktusba, szeretnének ebből kimaradni, viszont elhangzottak izraeli fenyegetések, hogyha az iráni olajlétesít iráni fenyegetések, hogyha az iráni olajlétesítményeket támadás éri, akkor esetleg az úgynevezett proxik, mint a húszik Jemenből támadhatják a szaudi olajlétesítményeket, és ez akár a hormuzi is kihatással lehet. Tehát félő, hogy egy ilyen válaszcsapásnak, ami az olajlétesítményeket éri, egy tágabb eszkalációt alapoz meg. Én ezért azt valószínűsítem, hogy inkább a forradalmi gárdának az egységeit fogja érni ez a támadás az elkövetkezendő időszakban. Említette a hormuzi a térségben Szaudarábia az egy Egyesült bemérségek. Omán, Jemen, csupa olyan állam, amely a világ, hogyha leegyszerűsítem, üzemanyag ellátásában kritikus, fontosságú, és hát ezzel kapcsolatban hívják fel a figyelmet az elemzők, hogy beláthatatlan következményei lennének. De térjünk vissza még a nukleáris technológiára, amelyel szintén hasonló mondatok fogalmazódnak meg sokakban, hiszen Irán azt kommunikálja, hogy csak civil felhasználású a nukleáris technológiája. Sokan kérdezik meg, hogy akkor miért kell 60 os uránt dúsítani. De vajon érheti-e iránt olyan izraeli támadás, amelyel az történik, hogy például kilépnek az atomsorompó egyezményből, vagy éppen megváltozik a gondolkodásuk. Itt nyilván az ajatollak személye, szerepe, vagy egyáltalán szándéka a fontos. Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Egyébként az egyik kiráni politikus vetette fel ezt, hogyha a nukleáris létesítményeket támadás séri, akkor ki kell lépni a, az egyezményből és felgyorsítani a nukleáris programot. Elméletileg ugye van egy FETVA, egy, egy jogi vélemény, amely to, ahhoz tartja magát, hogy az iszlámmal ellentétes a, a nukleáris katonai program. És én azt gondolom, ameddig az ajatollak él, addig nem valószínű ennek a felülvizsgálata, <tosz> viszont nagyon könnyen kerülhet olyan <tosz> elnézést, olyan helyzetbe irán, hogy, hogy esetleg felgyorsítja ezt a programot. Kérem, beszéljünk még a globális hatásairól ennek a konfliktusnak. Friss hír, hogy több dél-amerikai állam is azt közölt, hogy megszakítja a kapcsolatot izrael -lel. A globális észak és dél viszonyrendszerét hogyan alakítja a több mint egy éve zajló háború és ezek az újabb fejlemények? Hát azt lehet látni, hogy ebben az értelemben a, a globális dél szempontjából Izrael elszigetelődik, viszont egyértelműen a nyugati szövetségi rendszer összezárt Izrael mellett az iráni támadás hatására. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy például a nyugati hatalmak részéről is most már van felhívás, hogy izrael szemben egyfajta fegyverembargót kell elrendelni, legutoljára Spanyolország jelentette ezt be. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok részéről ez nem merül fel, az Egyesült Államok pedig a legfőbb fegyverellátója eh, Izraelnek. Izraelnek az lesz nehéz, hogy a Közelkeleten keleten található földrajzilag, ahol az egyes országok egyre inkább ugye Ázsia felé fordulnak, Kína, India a főbb kereskedelmi partnerek. Eh, egyébként Izraelnek Indiával jó a kapcsolata, Kína viszont és Oroszország nagyon kritikussá vált az elmúlt időszakban a palesztin kérdés, illetve a libanoni kérdés kezelése kapcsán, tehát ennek biztos hatása lesz akár gazdaságban gazdasági kapcsolatokra is. Természetesen itt az m is kiemelten figyelünk a közel-keleti eseményekre. Csicsma Lászlónak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a megkívást.